fákjukat combjába, ami azt jelenti, hogy maga ez a rugós rész, amit ezt a sárga színű területet jelenti, ez teljes mértékben be fog nyomódni. Tehát egy határozott mozdulattal egészen ütközésig benyomjuk, itt a nyíl is rajta van, és ezt követően ott tartjuk legalább 5 másodpercig, hogy teljes mértékben becsepegjen minden. A helyszín és a szereplőgárda is meglepő az első pillantásra, hiszen az újpesti STK orvosigazgatója a Városháza dísztermében tart előadást a kerületi bölcsödék, óvodák és általános iskolák szakembereinek. Mindez azonban nem véletlen. Végre megérkeztek ugyanis Újpestre azok a legkisebbeknek is beadható adrenalin tartalmú injekciók, amelyek életet menthetnek egy allergiás roham esetén. Akik most itt vannak, nekik kell alkalmazniuk ezt az EpiPen Junior tollat, tehát a bölcsődei alkalmazottak, óvodai alkalmazottak, valamint általános iskolák esetében a kijelölt tanárok fognak részt venni ezen az oktatáson, amelyet Takács Robert, az újpesti szakrendelő orvosigazgatója fog tartani a következő órákban. Így aztán érthető, miért ezeket a lázasan figyelő és serényen jegyzetelő szakembereket látjuk a padsorokban. Ők vannak legközelebb a gyerekekhez, ők azok, akik elsőként észlelik azt, hogyha egy gyermek rosszul lesz, tehát mindenképpen fontosnak tartjuk, hogy ismerjék azokat a tüneteket, amiknek a fellépte esetén ők be tudnak avatkozni, és ugye most már meg lesz az eszközük, hogy mivel avatkozzanak be. Az pedig, hogy mindebben egy egészségügyi szakember segít, nagy könnyebbség. Nagyon fontos dolog ez, hogy egyetlen tudunk róla, hogy van ilyen lehetőség, és azok után a események után, ami történt. Nagyon örülök, hogy a városvezetés úgy gondolja, hogy nekünk legyen egy lehetőségünk arra, hogy segítsünk ezeken a gyerekeken, meg hogyha valakivel hirtelen történik valami, egyetem mi is tudjuk, hogy mi a teendőnk. Ketten jöttünk az óvodánkban, az intézményből 6 ember, minden intézményből 2-2 ember az, aki most egy kicsit felvirágosítást kap, és akkor mi természetesen a kollégáinknak ezt továbbadjuk, és felvirágosítjuk, hogy hogyan kell használni ezeket az eszközöket. Az előadás után a bölcsődei, óvodai, iskolai dolgozók át is vehették az adrenalin tollakat, így mostanra minden újpesti oktatási nevelési intézményben, legyen az magán vagy önkormányzati fenntartású, ott vannak ezek az életmentő eszközök.